It's black and white. Üdvözlök mindenkit, sziasztok! Ugye megvan az első 2-0-ás hetünk a szezon során, és a Rogue és az Origin csapat ellen játszottunk, úgyhogy ez így ránézésre nem is tűnt egy könnyű hétnek, úgyhogy én nagyon örülök annak, hogy a 2-0-át sikerült bezsebelni, és ez főleg annak köszönhető, hogy sokat javultunk teamfightolás és TP koordináció terén. Nyilván nem voltak tökéletesek a meccsek, de 2-0 az 2-0, és végre elhozhattuk a nárt is kétszer topra. Térjünk is ki egy kicsit jobban a meccsekre. Ugye a Rogue ellen játszottuk az első meccset, amit én sejtettem, hogy ez kicsit nehezebb meccs lesz, mert Rogue az egy olyan csapat, aki nagyon szeret ilyen teamfight kompozíciókat, 5-5-ös kompozíciókat összerakni, és ez erősségük igazából, hogy teamfightolnak, és nagyon erős a kompozíciójuk, úgyhogy rá is mentek erre a late-game-es kompozícióra. Szerencsére a mi kompozíciónk sem volt túlságosan gyenge etéren. Igazából ez a meccs ez gyorsabban is meg lehetett volna, viszont ott nagyot hibáztunk, hogy amikor nagyon sok TP előnyünk volt a játék korai szakaszában, és ezt a TP előnyt arra használtuk fel, hogy a Heraldot megpróbáljuk elhozni. Pont amikor rászvapoltunk topra, vagy amikor ezt a tervet, ezt próbáltuk így nyélbeütni, akkor elvitt az ellenfél a Heraldot, innentől pedig az egész terv teljesen összedőlt, és kellett egy jó 10 perc, mire jobban összetudtuk magunkat szedni, és elkezdtük ezt a Nashor táncot, ami szép lassan egyre jobb fightokhoz vezetett. Ami a legfontosabb, az megérteni, hogy mit csinál az adott kompozíció. Tehát a mi kompozíciónk az például két frontlinerrel játszottunk, ugye én full tank Gnar voltam, illetve volt egy Jarvanunk is. Nekünk például csak az a dolgunk, hogy biztosítsuk, hogy az ellenfél nem fogja a carryjeinket megtámadni, mi kezdeményezzük a harcokat, toljuk ki a CC-t és az ellenfelet, amennyire csak tudjuk, miközben a carryjeink azok több sezzést tolnak ki. Poked out and pushed back. The Elder Dragon is started up again and it's taken down by Zerg. As he gets it into a great knob from Vizichachi, he pulls all of Rogue back into the team and there's no escape. Kami's gonna get popped up towards the top side. You can see down towards this bottom side of the fight, Chachi's just chasing them. You can't get through the tank, you can't do anything against Splice and it's an easy enough win in the fight. Yeah. From going down and Wu-Wei. Míg az ellenfél kompozíció az sokkal inkább ilyen ingés kompozíció volt, ahol Sivir ultival és Nautilus ultival ránk rontanak és megpróbálnak valakit gyorsan megölni és az Aatrox ultit aktiválni ezáltal, de ezt szerintem jól kikerültük és így meg is sikerült nyerni a teamfightokat. Eközben pedig az Origin ellen egy kicsit más stílus volt ugye a két kompozíciót tekintve, mert az Origin az egy olyan csapat, aki szeret split pusholni, és ők kerülik ezeket a teamfightokat, és nagyon sok múlik azon, hogy a nyugdáknak milyen meccse van számukra, és hogyha neki egy nagyon jó meccse van, akkor tudják magukat aktivizálni. A mi kompozíciónk az sokkal inkább teamfightos kompozíció volt, de elég erős split push sereink is voltak, mert ugye Humanoidnak sikerült elfidelődnie, és 3-0-ás akali volt, onnantól kezdve pedig simán nyerte a sidelane. Simább lehetett volna ez a meccs is. Nyilván volt egy-két hiba, ami becsúszott, de itt főleg szerintem az volt, hogy lelassult a játék. Fel lehetett volna gyorsítani, hogyha jobbak a rotációk. Például amikor Humanoidnak sikerült kipusolni a sidelane-jét, akkor bejött volna midre, és utána kialakítjuk a kontrollt mindkét oldalon. Az volt a probléma, hogy nem alakítottuk ki a kontrollt mindkét oldalon, hanem hagytuk, hogy ők tovább pusolják a sidelane-eket, miközben mindig rámentek a mid prioritásra. Igazából nekünk kedvezett, mert jobb volt a kompozíciónk late game-et tekintve, de beszéljünk arról, hogy az OG az milyen csapat itt szerintem. Ők szerintem egy elég reaktív csapat, akik mindig reagálnak az ellenfelükre és próbálnak adaptálni ahhoz a stílushoz, amit az ellenfél hoz. Nem annyira egy proaktív csapatnak mondhatóak. Ezáltal, hogyha hátrányba kerülnek, akkor nem fognak sokat csinálni egy meccsen. És itt ugye kezdtek egyre jobban beszorulni, és utána előbb-utóbb teamfightolásra került a sor, ahol ismételten ugye mi győzedelmeskedtünk. Ezt pedig visszavezetném a gyakorlóhetünkre, ahol ugye korábban említettem, hogy téren sokat fejlődtünk. Ez főleg a Fnaticnak és a G2-nek köszönhető, mert ők azok, akik ezt a kaotikus teamfightolási, folyamatos harcolási stílust képviselik, és ezek a teleport használatok, kompozíciók jó megértése és odafigyelés, hogy mikor kell chase-elni az ellenfelet, mikor inkább visszahúzódni. Ezeket jól el lehet tanulni tőlük, hogyha valaki analizálja a meccseiket jobban. Ha majd a Fnatic ellen játszunk hamarosan, akkor reméljük ott is sikerül etéren felzárkozni hozzájuk, és esetleg megszakítani ezt a veretlenségi sorozatokat. Egyébként most lesz egy 3 hetes szünet, ugye a Rift Rivals fog zajlani, a harmadik helyezett alatti
LEC csapatoknak. Nem sok dolgunk van igazából, csak gyakorolni fogunk. És legközelebb meccsek csak 3 hét múlva lesznek. Addig reméljük sikerül majd még felfejlesztenünk magunkat, és győzelemmel indítjuk majd azokat a heteket is. Köszönjük szépen a szurkolást, illetve ugye a három MVP címet is össze sikerült már szednem a szezon során. Meccs MVP címre gondolok. Reméljük ebből még akad majd a további hetek során is, és ezt lehet majd tovább fokozni. Addig is sziasztok, és majd még jelentkezünk.